Topolya község a tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárságtól nemrég 834 ezer dinárt kapott a község fejlesztési tervének kidolgozására, ami az elkövetkező 7 évben meghatározza a fő stratégiai irányvonalakat, fejtette ki Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere. A terv dokumentáció kidolgozására további 305 ezer dinárt kapott a község. Emellett a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság is segíti az önkormányzatot. Ezekből az eszközökből Bácskus útfalván 650 méter új kanalizáció csatorna fog kiépülni. Ennek a projektumnak az összértéke 5 millió 900 ezer dinár, ebből 2 millió 900 ezer dinárt a tartomány támogat, 3 millió dinárt pedig a községi költségvetésből fogunk előirányozni. Ada önkormányzata 2019-ben elnyerte a vajdasági munkássport olimpia megrendezési jogát, így 2023-ban ez a község lesz a rendezvény házigazdája. A meglévő sportlétesítmények kapacitásainak kibővítésére 2 millió 400 ezer dinárt kaptak, mondta Ada polgármestere. Ennek az eseménynek keretein belül több infrastruktúrális objektumunkat fel kell újítanunk. Az imént aláírt szerződés egy ifjúsági központ, amely Kugli pályát is fel fog ölelni. Topolya község is két pályázaton nyert, ami nagyban hozzájárult az önkormányzat fejlődéséhez. Az egyik az egy nagyobb orderejű, az egész beruházás értéke körülbelül 17 millió dinár, ennek felét támogatja a tartományi kormány. Ez egy utcába, a Berta István utca északi részén a csatornahálózat kiépítések. A másik, ami egy kisebb projekt, körülbelül 1,5 millió támogatást kapunk a tartományi kormánytól, de számunkra szintén fontos, hiszen egy tervdokumentáció kidolgozására kerül sor, amivel a termálkutunkban nyerhető víznek a gáztalanítását tudjuk elvégezni. Számos olyan példát felmutathatunk, ahol rövid időn belül sikerült megoldanunk a vízellátás problémáját. Azokba a községekbe, ahol még nem rendeződött az egészséges ivóvíz kérdése, sokat kell befektetnünk. Mindezt tartományi, önkormányzati, illetve országos szinten kell megvalósítanunk. Az elmúlt 4 évben bizonyítottunk ezen a téren, és továbbra is támogatjuk a községek fejlesztését. Vajdaságban folytatódnak a nagy beruházások. A tartomány céljai között szerepel, hogy tiszta ivóvízzel lássanak el minden háztartást, és hogy ezt az ipari övezetekben is megvalósítsák, valamint a csatornahálózatok kiépítését és a dűlőutak rendezését is tervezik, tette hozzá Mirovics.